Sok szeretettel köszöntöm Önöket, a nálatok Mizu legújabb adása jelentkezik, ismét innen a belvárosból, az Ahoy sörözőből, és egy igen érdekes témát hoztam Önöknek. Amikor azon gondolkodtam, hogy mi legyen a nálatok Mizu legújabb adásának témája, akkor rögtön egy ilyen nőies dolog jutott eszembe, mert hogy nagyon sok olyan interjúalanyunk van egyébként a tévében, akikkel így nem mindig találkozhatunk, és hogyha találkozunk is, akkor egyébként lehet, hogy mondjuk látunk egy-egy egyenruhás hölgyet, és én azt gondoltam, hogy akkor ismerjük meg őket jobban, de nem csak egyenruhás vendéget hívtam, mindjárt megismerhetik vendégeinket, akiket köszöntök, és nagyon nagy szeretettel örülök, hogy itt vagytok mai napon. Mi is köszönjük. Köszönjük a meghívást. No, hát kezdjük a bemutatást, kezdjük Ida veled. Bognár Ida, nőgyógyász. Hát majd ezt szerintem vesézzük ki, hogy hogyan lesz valaki női nőgyógyász. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek. Nem volt egyszerű, de azért elsőre elfogadtad a meghívást. Gondolom azért a táblázat, az be van, vagy a naptárad be van táblázva. Természetesen. De ez egy tűrhető időpont volt. Jó volt a hangulatunk, és nyár van. Ilyenkor mindenki úgy hiszem kicsit lazább, szívesebben beszél bármiről, bárhol, és ez a téma, ez meg igazán kedves és jogos. A mai nőt is nagyon érinti, bár ez régmúltra tekint vissza, ugye az emancipációért mi küzdöttünk, tehát járjuk meg az útját is, úgy gondolom. És hát itt van velünk Vörös Ferencné, a Fejér megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztály vezetője. Hát nem kis titulus, és nem kis feladat. Szépen. Hát mondhatjuk azt is tulajdonképpen, de azt gondolom, hogy azért ez a terület se sokkal bonyolultabb, mint a többi rendőri vagy egyéb civil hivatás vagy szakma. Hát egy kicsit másabb, igen, már az egyenruha miatt is egy kicsit másabb, de el kell, hogy mondjam, hogy a rendőrségnél is egy kicsit másabb, hiszen mi pont azért vagyunk, hogy az állampolgára közvetlenül próbáljunk találkozni, beszélgetni. A bűnmegelőzés egy olyan szerepkör, hogy az egész picikéktől, az óvodáskortól, a nyugdíjas korosztályig mindenhová bejárunk, és mindenkivel próbálunk kontaktot találni. Egy kicsikét ez beszélgetősebb, kommunikatívabb terület, és hát nem elsősorban ugye a büntetés a kiszabása, ami reszoltunk, talán ezért is fogadnak minket azért egy kicsikét nagyobb örömmel, és hát elég színes a mi palettánk tulajdonképpen, hogy milyen területre, hogyan, miképpen, kikhez tudunk eljutni. Ezt mindjárt ki fogjuk vesézni. Bánfi Harriet, téged azért hívtalak, mert hát női autóvezetés oktatót azért nem sűrűn látunk. Bár azért most már akad, de azért én például a mi időnkben még megszoktam azt, hogy csak férfi mellé ülünk be autót vezetni, tanulni. Igen, nagy feladat volt ez annak idején. A férjem állított felé a feladat választás elé, hogy ő úgy gondolta, hogy én alkalmas vagyok erre a szakmára, erre a pályára, és ő annak idején elkezdte ezt az oktatást, ezt a képzést, és noszogatott egészen egy évig, amíg rá nem beszélt arra, hogy én is vegyek részt ebben a képzésben. Valóban így gondoltam én is, hogy hú, nőként megállni a szakmában a helyemet elég nehéz lesz, meg elfogadtatni magamat nőként a szakmabeliekkel, hiszen a mi szakmánknak talán azt lehet mondani, a 90-95%-a ugye férfiakból áll, de sikerült rábeszélnie, és egy év után én is nekiálltam ennek a képzésnek. Ma már 17 éve oktatok itt a városban. Még a mai nappal úgy néznek rám az utcáról, vagy akár a sétáló emberek, akár a közlekedésben résztvevő közlekedési partnereink, hogy ámulattal is bámulattál, hogy ül egy nő a ugye a jobb oldalon, meg még az is, hogy szőke. Igen, azt gondolom így együtt kuriózum. Igen. Hát Anett, Szabó Bisztic Anett, mondhatnám, hogy kolléganőm volt. Ugye, hát még nem tudom, nálunk kezdtél egyébként, tehát hogy igen, a kezdete az nálunk volt ugye a Fehérvár TV-ben, és hát téged meg annyira elvarázsolt ez a szakma, hogy valahogy magával vonzott, és elkerültél a tűzoltókhoz. Még azért nem mondjuk el a teljes részleteket, de hogy ugye azért ennek nagyon sok tevékenységed van, és ugye te most szóvivőként dolgozol itt a tűzoltóknál, de azért neked is bele kellett vetned magad itt a mélyébe, sűrűjébe.
Szóvivőként igen, de úgy gondolom, hogy a szóvivő az, aki kicsit rálát minden szakterületre, és ahogy a rendőrségnél, hogy nálunk is igen kiemelkedő a prevenció, tehát mi is erre próbáljuk fektetni a nagy hangsúlyt. Gondolok itt például a szénmonoxid mérgezések megelőzése és a füstérzékelők használata. Ez az egyik legfontosabb, de nagyon sokrétű, mert ugye a tűzoltók mindennapi beavatkozásait is dokumentálnunk kell, és szeretnénk bemutatni napról napra azt az összehangolt, sokszor megfeszítő munkát, amit ők egy emberként, akár egy életért is minden nap oda tesznek, és valóban nálunk is inkább, ahogy a többieknél is, férfiak vannak túlnyomó többségben, de ugyanakkor a hatósági szakterületnél egyre több a nő, és az önkéntes tűzoltók körében is egyre több fiatal lány, illetve nő is már vonul, ők azok, akik még mehetnek tűzesetekhez és műszaki mentésekhez is. Na most besézzük egy kicsit azt ki, hogy ki hogyan csöppent bele picit mélyebben ebbe, hogy mi volt az a pillanat, amikor te például eldöntötted, hogy rendőrségnél szeretnél dolgozni, vagy miért lesz valaki nőgyógyász. Hát ugye nagyon hosszú évek óta dolgozol már ebben, és hát szerintem a te nevedet itt mindenki ismeri Székesfehérváron ez miatt is, meg hát ugye lánykorunkban mi is hozzád jártunk, tehát hogy sokan ismerünk, vagy hogy éppen miért lesz valakiből tűzoltó, vagy autóvezetés oktató. Beszéljük ezt egy kicsit át, hogy volt-e olyan pillanat, hogy ezt így átgondoltatok, hogy való ez nekem, és hogy miért pont ez? Ha kezdjem én a sort, hogy legyek akkor én a bátor először is. Én nem akartam soha, nem volt nekem ötletem abban, hogy én majd rendőr leszek. Ahhoz képest már 30 éve közel a belügynél vagyok hivatásos. Kezdtem BV-sként, de ha egy kicsit visszakanyarodnánk, akkor nekem első körben az egészségügyhöz van kötődésem, hiszen egy egészségügyi középiskolát végeztem, és ennek köszönhetően kerültem Baracskára, mert oda mentem tulajdonképpen az elítéltek közé az egészségügyi szolgálathoz, és aztán utána annyira elragadott ez az egész hivatási történet, hogy a rendőrtiszti főiskola nappali tagozatán találtam magam, és aztán onnantól kezdve tulajdonképpen szabad út lett volna a BV-nél, de aztán elcsábított a rendőrség, és hát most már tulajdonképpen 93 óta én a rendőrség kötelékében teljesítek szolgálatot, legelőször nyomozóként, aztán most már a bűnmegelőzés területén, onnan pedig 2001 óta vagyok itt a Fér-megyei Rendőrfőkapitányságnál, de én soha nem készültem első körben, hogy én hivatásos állományú leszek. Azt nem mondom, hogy óvodásként nem gondoltam arra, hogy majd katona, vagy éppenséggel nagyon szerettem volna indián lenni, és akkor vágtattam volna a lovakon. Ez a lószeretet, ez megmaradt. Mind ilyen fiús álmok. Fiús álmok voltak, de nem voltam mondjuk azért sokszor mondták, amikor édesanyám elmesélte nekem, hogy amikor állapotos volt velem, mindig azt mondták neki, hogy két fiú lesz biztos, mert annyira izegtem, mozogtam, és focistának is készültem egy picikét, de aztán nem. A sport meg egyebek azok megmaradtak, úgyhogy én nem szándékoztam rendőr lenni tulajdonképpen. Így hozta a sors, aminek én nagyon-nagyon örülök, mert úgy érzem, hogy ezt megtaláltam, ezt a területet, és hogy tulajdonképpen az előbb mondtam, 30 éve már lassan a belügyben teljesítek szolgálatot, és megjártam a ranglétrát, mert őrmesterként szereltem fel, és most már alezredesként, osztályvezetőként, amire én nagyon büszke vagyok, mert hát első nő a Fehér-megyei Rendőrfőkapitányság történetében bűnügyi területen első női vezető vagyok itt az osztályom. Igen. És mi volt az a pillanat, ami mert ugye az előbb mondtad, hogy volt azért egy pillanat, ami úgy átvitte erre, hogy te rendőr szeretnél lenni. Hát az, mi hogy fogott meg benne? Az, hogy a BV-nél nem sikerült olyan beosztást találnom, ahol az emberek közelében tudtam volna dolgozni, hanem egy kis irodába tettek volna engem le, és számolgattam volna az elítélteknek a hátralévő napjait, és én eléggé kreatív vagyok, még eléggé olyan izgőmozgó voltam mindig is, és most is nagyon nehéz mindig megmaradni egy helyben. Én szeretek jönni, menni, beszélni az emberekkel, ott lenni náluk, és ez a beosztás nekem nem volt való, be kellett látnom, ezt belátta más is, jelentkeztem a rendőrséghez, ott éppenséggel volt státusz, beosztás, a Gárdonyi Rendőrkapitányságon,
és abban az időben, azért ez nagyon régen volt, abban az időben két női nyomozó volt a Fejér megyei rendőrfőkapitányságon, és én voltam a második, aki felszerelt rendőr nőként, nyomozóként, és a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményeket nyomoztam, és ez úgy meg is maradt a fiatalkorúak köre, mert a legtöbb megjelenésem, a legtöbb prevenciós előadásom az igazándiból inkább az ifjúságvédelemhez kötődik. Akkor azt csinálod, amit szeretsz. Imádom, nagyon szeretem, és már elmentem volna nyugdíjba, de nem szándékozom. Szeretem, igen. Hogy lesz valakiből nőgyógyász nőlétére? Hosszú út árán lettem nőgyógyász. Igazából a gyógyítás már gyerekkoromban nagyon érdekelt, de akkor beértem az állatokkal. És akkor ez szépen ment tovább, mégiscsak az emberek érdekesebbek, másképp reagálnak, elmondják szóval, tettel, hogyha valami nem tetszik, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor legyek orvos. Elkezdtem az egyetemet, egyetem után már idejöttem Fehérvárra gyerekgyógyásznak. 6 év gyerekgyógyászat után gondoltam, hogy hát esetleg, hogyha gyereknőgyógyászat, mert itt a megyében senki nem foglalkozott vele, ám legyen. És akkor elkezdtem a gyereknőgyógyászattal foglalkozni, tehát átkerültem a nőgyógyászatra. A mindennapi munkába aktívan részt kellett venni, ugye szigorúan beosztottak a kollégák, akik ott tanítgattak, és segíteni kellett nekik, tartani a lapocot, amit megengedtek azt csinálni, és akkor kialakult idővel, hogy jó, megvan a gyereknőgyógyászat, ám már szereztem egy olyan rutint, már kicsit kiküzdöttem azt a fajta tekintélyt, hogy akkor legyünk felnőtt nőgyógyászok, és így történt, hogy végül is meg lett a 3. szakvizsgám, és az már a szülész nőgyógyász lett. Észre se lehetett venni, tehát ez az egész úgy gurult, és aktív munkával jó, néha kicsit többet kellett tenni azért, hogy az embert elismerjék, néha korlátokat el kellett ismerni, tehát azért fizikailag egy nő soha nincs azon a szinten, mint egy férfi kolléga, de ezt lehet mással pótolni, tehát azzal az átérzéssel, azzal a megértéssel, hogy sokszor az ember ránéz a betegre, a szemeállásából, a rezdüléséből, egy-egy fél mondatból már tudja és érti, hogy miről van szó, hiszen sok mindent önmaga is megélt. A szülészet az pedig valahol szerintem női szakma. Tehát ha visszatekintünk arra, hogy régen is a bábák vezették a szüléseket, nagyon nagy hozzáértéssel, tehát ez úgy benne van a vérünkbe. Jó, a mai szülészet már másabb, tehát ez egyértelmű, de nagy szeretettel mai napig is szívesen foglalkozom a fiatalokkal is, és a felnőttekkel is. És nem volt furcsa egyébként eleinte? Mert ugye gondolom abban az időben is, amikor kezdtél, akkor sem volt túl olyan, sok hogy egy vagy két női kolléga volt, tehát nem voltunk sokan, és keményen kellett dolgozni, és ők még nálamnál is keményebbek és határozottabbak voltak. Én a félre kis gyermekgyógyász lendülettel kerültem oda, de igyekeztem fejlődni és átvenni azt a tendenciát, hogy keményen, határozottan, döntésképességgel tenni a munkát. Egyébként nem tudom ti, hogy vagytok veled a nőgyógyászokról, tehát azért az egy nagyon bizalmi dolog. És ugye, hogy férfi nőgyógyászhoz járunk, nyilván én is, mindenki, vagy hát sokan, legtöbben, így azt gondoljuk, hogy elfogadjuk, amit mond, de mindig van bennem például egy kis olyan hiányérzet, hogy biztos, hogy ő tudja, hogy én mit érzek, és egy nőnél legalább ez megvan. Igen, hiszen nagyon sok mindent átél az ember, és nem kell sokat magyarázni, tudom, érzem, nekem is fájt már ott, nekem is volt ilyen, tehát az ember hamar be tudja azonosítani, és egyébként élet szakaszonként is változik, mert fiatalkorban szívesebben jönnek nőhöz. A kiegyensúlyozott időszakban ott igazából aki szimpatikus, oda is. Eljön a változás kora, ahol egy kicsikét már kényesebb témák vannak, kicsit kellemetlenebb, mert azért már nem olyan szexis, már egy picit már, és akkor megint szívesen választanak nőgyógyászokat. Tehát ez természetes. Hogy lesz valakiből tűzoltó amellett, hogy ugye újságíró vagy tévés szerkesztő, riporter. Ugye azt tudom, hogy te nagyon sokat találkoztál a tűzoltókkal ugye a munkád során, és aztán egyszer csak
Te is azt mondtad, hogy mész. Így történt igazából, én még Fehérvár tévéztem, amikor úgymond a szerelem megfogott a hivatás iránt. Én is témákon gondolkoztam, hogy mit lehetne feldolgozni a tévébe, hova nyerjünk egy kis betekintést, mit mutasson meg a televízió nézőknek, és akkor jött az ötlet, hogy hát a Székesfehérvári tűzoltóságot, hogy mégis milyen egy riasztás, mit csinálnak a tűzoltók a laktanyába, hogy telik a napjuk, hiszen lehet azt gondoljuk, hogy ők egész nap a laktanyába vannak, és várják, hogy riasztás legyen, nem, hanem képzések vannak, gyakorlatok vannak, de hogy milyen a riasztás. Ma már egyre többet látni azért, hogy milyen, amikor lecsúsznak a csövön, hogy 2 percük van, hogy a védőruhát felvegyék, be a tűzoltóautóba és elhagyják a laktanyát. Végül is erről készült egy kisfilm, és akkor megismertem ott a kollégáimat ma már, és tulajdonképpen rögtön megfogott ez a világ. Utána ugye tudósítóként sajnos egy-egy balesethez, tűzesethez kijártunk így a televízióval. De valahogy így lassan egy ismerettség alakult ki, és 15 éve már, hogy felkértek egyszer decemberben, hogy segítsem a Székesfehérvári tűzoltóság kommunikációját. Egyébként az országban az egyik első tűzoltóság a fővárosi mellett, akik már nagyon régóta nagy hangsúlyt fektettek a képi dokumentálásra, az ő munkájuk bemutatására, és úgy hozta az élet 15 éve, hogy úgymond szóvivőváltás történt. Először segítettem a tévé mellett, és elérkezett az a pont 2008-ban, amikor már nem lehetett a kettőt együtt csinálni, mert az egyik a másik kárára ment volna, és még a munkavédelmet is hajlandó voltam kitanulni annak érdekében, hogy úgymond 100%-ig a tűzoltósághoz tartozzak, hiszen először én munkavédelmi főelőadóként csatlakoztam az állományhoz, és azt követően 2012-ben, amikor az állami tűzoltóság úgymond megalakult, akkor neveztek ki megyei szóvívőnek. Kezdetben elsősorban a feladat az a tűzoltói beavatkozásokra koncentrálódott, és igazából egy bő 10 éve az, amikor a megelőzés is kiemelt szerepet kap, és ez az, ami napról napra még motivál, hogy ezt az üzenetet minél több emberhez eljuttassuk, mert nem megengedhető egy szénmonoxid mérgezés sem mindaddig, amíg ennek megvan a megelőzési módja. Én arra még emlékszem, egyébként megvan a pillanat, amikor még a tévében dolgoztál, de már a tűzoltóságnál is, és akkor volt az a kis kütyű, ami mindig riasztott, és akkor tudtuk, hogy hú, most az Anettnek valami történt, és akkor jó, tűzeset van, de nekünk ez egyébként kapóra jött, mert tudtuk mindig első kézből, hogy valahol történt valami esemény. A rádió még mindig megvan, ugyanúgy az oldalamon van nap, mint nap, és én is máig emlékszem arra a pillanatra, amikor megkaptam az első védőruhát, a védőcsizmát. Én ezt szerettem volna csinálni, erre készültem, hogy és külön nagy pillanat volt számomra, amikor 2012-ben hivatásos állományba is kineveztek, tehát ez egy cél volt. Lehet, hogy férfiasabb szakma, de mindenképpen cél volt. Az előbb már elmesélted félig meddig, hogy lettél autóvezetés oktató, de én, ha jól tudom, te motorozol is. Jól tudom? Vagy csak egy képet láttam, amin motoron ültél? Próbálkozom a motorozással most. Inkább a nagyobb kategóriákat szeretem. A motor az mindig egy gyenge pont volt. Volt egy balesetem, 18 évesen, és a motor az a mumus, az a legkisebb mumus. Tehergépkocsit nagyon szívesen vezetem, illetve buszt. Az autóbuszvezető kategóriámat tavaly szereztem meg, és imádtam. És ezt mi célból csináltad? Buszsofőr szeretnél lenni? Nem. A mi szakmánkban ez egy kihívás. Tehát ugyanez, ja, hogy minden kategóriának meg kell lennie, akkor érezzük azt, hogy a mi szakmánkban elértünk minden szintet. Tehát az a legnagyobb kategória, tehát azt is megszereztem, most a kicsivel próbálkozom, de hát még barátkozunk egymással. Kislányom nagyon ügyes motoros. Ez is azért ugye kicsit ilyen férfiasabb jellemet mutat, vagy hát nem is tudom, hogy fogalmazzam, egy picit olyan mindegyőtöknek van benne valami olyan, ami azt mondja, hogy férfias, de közben meg mégis nők vagytok, hogy hogyan tudjátok egyébként ezt a fajta munkát, amit tényleg inkább férfiasabbnak lehetne jellemezni, nőként kompenzálni, vagy akár ugye nyilván családanyák vagytok, hogyan tud ez így együttműködni az egész? Például nálunk a mi területünkön azért nagyon sok olyan eset van, ahol gyerek vagy nő a sértett, vagy a sérült áldozat.
Nagyon sokszor van az, hogy nem is biztos, hogy a férfi kollégának meg tud nyílni, vagy elmesél mondjuk egy nemi erőszak kapcsán, vagy egy pedofíliával kapcsolatosan, vagy egy családon belül erőszak kapcsán meg tud nyilvánulni, vagy el tudja mondani őszintén. És ebben nagyon jó az, hogyha egy női kollega van, sőt, ezeken a területeken el is várt, hogy első körben női kollega hallgassa meg, vagy legyen ott. Igazándiból én azt tudom mondani, hogy most már ez a hivatás, a rendőrség már nem lehet az, nem olyan, mint a régi, amikor tényleg úgy néztek a női kollégákra, hogy húha, hát azért most oda merő menni. Rengeteg női kollega van most már, és én azt gondolom, hogy elég nagy erőfeszítést is, és ugyanúgy oda teszik magukat, mint a férfiak. De nagyon fontos az, hogy ettől függetlenül viszont meg kell, hogy maradjanak nőnek is. Mert azért családanyák, feleségek, el kell választani a két dolgot. Igen, a mi szakmánk, a mi hivatásunk elég férfias, ez tény és való, és ugye régebben ezt ugye is fogadták, hogy az csak igazándiból az legyen. Most már azért ezek a nézetek, én azt gondolom, ezek megdőltek, és nagyon szívesen vesszük az állományunkba, hogy női kollégák legyenek. Egy kicsit színesítjük is tulajdonképpen a palettát. És nagyon sok esetben ugye az állampolgárok elmondják, hogy a női rendőrök azok bizony sokkal szigorúbbak, és sokkal jobban elvárják azokat a szabályoknak a betartását, amit be kell tartani. De nagyon jól tudjuk hasznosítani a különböző prevenciós foglalkozásokon is, hiszen az empátia azért az nagyon-nagyon fontos minden esetben, hogy kicsit mi is jobban bele tudjuk magunkat érezni, és nagyon sokszor ők sokkal jobban meg tudnak nyílni a nőknek, akár egy beszélgetés kapcsán, vagy egy kisgyerek. De ugyanakkor meg ámulattal nézik a férfi kollégákat, azok kigyúrt, erős kollégák, azért még mindig, hogyha egy rendőrről beszélünk, akkor első körben mindig azért a férfi rendőr az, amit elsőnek elképzelnek. Aztán, amikor kimegyünk egy ilyen előadásra, vagy egy bemutatóra, vagy éppenséggel megmutatjuk, hogy milyen fogásokat kell nekünk gyakorolni, ha van egy rendőri intézkedés, és a nálunknál sokkal erősebb férfiakat is ugyanúgy a földre le tudjuk vinni, akkor azért egy kicsikét meglepődnek, hogy húha, húha. Azért nem biztos, hogy egy sikátorba is megmernének minket támadni. És nem beszélve azért a rengeteg olyan filmről, ahol a női rendőröket próbálják megmutatni, és ha visszakanyarodunk, hogy nagyon-nagyon régen a Linda féle sorozatra, ott is egy nagyon kis vékony kollega nőnk volt, kvázi. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez most már a mai világban nem lehet arra mondani, hogy ez egy férfi hivatás. A nőkre nagyon fontos szerep hárul a rendőrségen belül is. És akkor a nőgyógyászatra visszatérve? Igen, hát most már elmondhatjuk, hogy a nőgyógyászati pálya is egyre inkább nőiesedik. Úgy, ahogy az egész orvosi pályára is el lehet mondani. Nyilvánvaló, aki ott marad és vállalja, ő valami miatt alkalmas rá. És a férfiak mellett megvan a helye, a szerepe, ugyanez az empatikus dolgok, vagy épp például a gyerekeknél, a gyerekek megközelítésével nyilvánvaló egy női gyermeknőgyógyász, egy női gyerekgyógyász egészen másképp nyúl a gyerekekhez, mint a tekintélyt parancsoló szigorú doktorbácsi, vagy doktorúr, de egymás mellett ragyogóan lehet dolgozni. Tisztelni kell egymás területét, segíteni kell egymást, a kompromisszumok azok minket is nagyon érintenek, hiszen kórházi orvosként nyilvánvaló az ügyelet, rengeteg időt elvisz a családtól, kell, hogy a család tolerálja, kellenek a nagyszülők, akik segítenek, és akkor így lehet haladni előre, de én úgy gondolom, hogy ez feszültséget ma már nem jelent. Együtt dolgozás, egymás tisztelete, és akkor remekül tudunk gyógyítani. Anett, nálatok az mellett, hogy te is azért állandó készültségben vagy, hogyan tudod a nőiességedet megélni emellett? Igyekszem azért nap, mint nap. Hát azért ehhez a hivatáshoz, maga a szóvivői szerephez hozzátartozik, hogy a megjelenés, hogy azért méltóan képviseljük a szervezetet. De nem egyszerű azért, sokszor egy 40-50 férfival úgymond a laktanyán belül körül van véve az ember. Van néhány kolléga nőhatósági szakterületen, akik szintén ezt a hivatást tűzik. Szóval nem mindig egyszerű, de én úgy gondolom, hogy megmaradok nőnek, de ugyanakkor inkább azt a sportosabb, fiúsabb vonalat képviselem a laktanyán belül is, tehát
nálam a szoknya az nagyon ritka, például itt a műsor tiszteletére, tehát én is úgy, ahogy a tűzoltók gyakorlóban, nadrágban, tehát még nyáron 35 fokban is, télen is, tehát inkább ezt a fiúsabb vonalat képviselem a laktanyában. És nálad, az autóvezetésben? Több vonalat feszegetünk, mindegyik bekalandozik az agyam. A nőiesség megélése. Annak idején, amikor hospitáltam, tehát egy év alatt, ugye nem csak elméleti tantárgyakat sajátítunk el, hanem nekünk van egy mentorunk, egy olyan idősebb oktató, aki több éve van a pályán, és őnála tanulunk, és akihez kerültem én anno annak idején, aki végig mentorált engem tehát ezeken a gyakorlati hospitálási órákon, egy édesapám korabeli oktató úr volt. Ő nekem végig mondta, hogy nagyon férfias ez a szakma, próbálj meg nőnek maradni, nőként viselkedni a szakmánkban. Nehéz nálunk is, tehát a nőiességünket, azt, hogy nőként viselkedünk, nyilván azt nem tudjuk tehát letenni, vagy azt ugye elfelejteni. Nálunk is talán a ruházat az, amiben megnyilvánul, tehát vannak kompromisszumok, van egy etikai kódex, ami a ruházatunkra is vonatkozik, tehát térd alatti ruházatot kell hordanunk, nem lehetünk ugye magas sarkuba, baleset megelőzés szempontjából ugye zárt cipőbe kell lennem, tehát kompromisszum az, hogy nem hordhatok ugye magas sarkú szandálcipőt, a ruházatban nem lehet kihívó a semmilyen, tehát se a felső részem, se az alsó ruházatom, ez mind-mind kompromisszumot követel meg. Nyilván, amikor ezt a pályát választottam, akkor tehát tisztában voltam az elején, hogy ezek a kötöttségek végig fognak kísérni ugye a pályám útján. A magánéletembe kompenzálok ezzel. Ugye ma is... Annál többet járt tűsarkuban. Igen, ma is magas sarkú szandálba jöttem, ezért meg szeretek csinosan öltözni, tehát a magánéletben mindenféleképpen kifejezem a nőiességemet. Maga a nőiességünk még a mi szakmánkban, ugye, tehát így hivatkozva az előttem szólókhoz, hogy az empátia az nagyon fontos. Tehát én is úgy gondolom, hogy nőként sokkal jobban át tudjuk érezni, sokkal jobban beleképzeljük a tanulóinknak a helyzetébe, az érzéseibe, a jelenlegi aktuális érzelmi akár hullámvölgyeibe, sokkal jobban beleképzeljük, belevisszük magunkat, jobban segítjük őket. Lehetséges, hogy a férfi kollégám ennyire ilyen bénységig nem vesz részt például egy tanulójának akár egy ilyen érzelmi hullámvölgyébe, vagy akár felemelkedésébe, amikor már látjuk, hogy lassan vizsgára bocsáthatjuk a tanulót, vagy elmehetünk vizsgázni a tanulóinkkal. Téged egyébként úgy választanak? Vagy beosztanak? A mi szakmánk erről szól, igen. Tehát a népítéletről. Tehát egyrészt a szakma, a nőket így ítéli meg, tehát ma szakmailag magas színvonalon kell magunkat akár képezni, akár... Tehát a mindennapjainkban, a mindennapi tevékenységünkben megmutatni magunkat, illetve a népítélet ugye abban mutatkozik meg, hogy mennyire választanak minket. Annak idején, amikor végeztem a szakoktatói képzésen, nekem rögtön állásajánlatom volt. Azt kérték, kevés volt ugye a női oktató, és mindenféleképpen női oktatót szerettek volna, és nem csak egy ajánlatom volt rögtön, hanem két-három ajánlatomot, magyarán dúskáltam az ajánlatokba. Igen, tehát minket választanak, mint női oktatót, kifejezetten direkt ezért is, illetve maga a szakmában elért sikerességünk mutatja meg azt, hogy mennyire minket választanak. Tehát, hogy milyen sokan, mennyien jönnek hozzánk az autós iskolához, és kifejezetten ma már oktatókat kérnek. Tehát nem autós iskolát választanak, hanem oktatót választanak, úgy gondolom a mai tanulók. Beszéljünk egy picit mindegyőtöknek a családi hátteréről, mert hogy ugye
ez mellett mindannyian édesanyák, családanyák vagytok. Egyrészt mit lehet rólatok tudni, kik vannak a hátteretekben, kik állnak a háttérben, és hogyan fogadják egyébként a munkátokat? Akkor folytatom, illetve kezdem. Nekem elég szűk a családi hátterem sajnos. Édesanyám, édesapám, testvérem már nagyon-nagyon régen elhunyt, a férjem 5 éve halt meg. Ő tulajdonképpen valamilyen szinten szakmabeli volt, mert BV parancsnokként. Lányommal élek tulajdonképpen a jelen álláspont szerint, aki most már 25 éves joghallgató. Egyébként volt Fehérvár Szépe is 2012-ben, úgyhogy nem csak szép, hanem okos is, akire én nagyon-nagyon büszke vagyok. Ő mindenben támogat, egyértelmű, illetve én is támogatom őt, tehát kettecskén elboldogolunk valamilyen szinten. El kell még mondanom azért azt is, hogy én a rendőrség mellett én szakoktató is vagyok, ilyen pályorientációs diákokat tanítok, vagyis legalábbis megpróbálom, és nagyon sok kollégám van már olyan, aki az én diákom volt réges-régen. Aztán ez mellett azért én nagyon-nagyon ritkán tudok pihenni, illetve nagyon keveset is pihenek azért, mert van egy lovardám is, ahol viszont ott meg a gyerek oktatom lovaglásra, úgyhogy a nap 24 óráját bőségesen kihasználom. Szerencsére az alvás igényem az nem olyan nagyon nagy. A családomban nem volt előttem senki hivatásos, se katona, se tűzoltó, semmi, tehát én voltam az első generációs tulajdonképpen, aki hivatásos állományba került, de viszont most már jó néhány unokatesó azért már társult hozzá, és vannak jó számmal rendőrök. A család nagyon nem veszi azért észre ezt, hogy én rendőrségen dolgozom már olyan értelemben, sőt a gyerekem annak idején az óvodában, amikor megkérdezték tőlük, hogy kinek mi a szülei, mit csinálnak, és az én gyerekem az nagyon nem látott egyenruhába, pláne hiszen nyomozóként nem is kellett akkor még egyenruhát húznom, és mindenki elmondta, hogy ki mit csinál, és akkor az én gyerekemet megkérdezték, hogy a te anyukád micsoda, és akkor nem válaszolt semmit, hallgatott, és mondta neki az óvónéni, hogy hát az a te anyukád rendőr, az én anyukám nem rendőr, és akkor micsoda? Anya. Tehát igazándiból én azt gondolom, hogy ezzel mindent elmondott, nem vittem haza a rendőri teendőket, ő anyaként gondolt rám, tehát ez az a mai napig nagyon jó a kapcsolat, ő is gondolkodott rajta, hogy valamilyen hivatásos rendőr, vagy BV, vagy egyéb, még nem tudta eldönteni. Az biztos, hogy most egy kozmetikus lett végül, de folytatja a jogi tanulmányokat, úgyhogy már egy szakmája azért van, aztán majd meglátjuk, mi lesz később. Nálatok? Nálunk hát a nagyszülőknek nagy feladata volt ahhoz, hogy harmonikus maradhasson a családi élet, hiszen napról napra eltűntem otthon, majd amikor nőgyógyász lettem, akkor a szülések miatt is eltünedeztem, tehát ez kellett egy biztos pont. A férjem annyira nem volt biztos, mert állatorvos, és nyilvánvaló nekik is ott voltak az éjszakai munkák, ide-oda futkározás, úgyhogy köszönet így is a nagyszülőknek. Nálunk a családban, aki orvos volt, nőgyógyász volt. Nem ez pecsételte meg, hogy nőgyógyász lett belőle, de úgy látszik, valami miatt vonzódunk a nőgyógyászathoz. 2 lányom van, az idősebbik lányom, ő közgazdász, ő Füreden él, 2 kis unokám van onnan, tündériek, a másik lányom kertészmérnök, és ott 1 kisfiú van. Ők is nagyon aranyosak, jó gyerekek, érdeklődőek, határozottak, már most tudják, hogy mit szeretnének az élettől, és rengeteg energiát és ösztönzést adnak. Tehát amikor az ember fáradt, és azt mondja, hogy tényleg most már nyugdíj, legyen nyugdíj, akkor arra gondolunk, hogy micsoda érdeklődés az, amikor nagy szemekkel nézik, hogy ben voltál szülni, és kit szültél, amikor el kell mesélni, hogy kisfiú, kislány, milyen volt, vagy milyen élmény érte az embert, ha rossz kedvem van, akkor bántottak. Tehát a fiatalok ösztönöznek, ugyanakkor példát mutatunk nekik, hogy ki kell tartani, és tanulni kell, és keményen gyötörni, a kis korosztályodnak megfelelő feladatokat megoldani, és ez nagyon-nagyon sokat jelent. Anett, nálatok 2 pici lány van. Igen, és hát a férjem tulajdonképpen már szóvivőként ismert meg, tehát nem árultam zsákba macskát. Ő ebbe csöppent bele, ezt szokta meg, és szerencsére el is fogadta. Régen azért több, még mielőtt a gyerekek megszülettek, több
határeset, ezt tudtam úgymond kimenni, sokkal többet mozogtam, de úgy gondolom, így visszakanyarodva a női létre valahol itt is szerephez jut ez a meglátás, hogy meg kell találni azt a pontot, amikor mondjuk egy fénykép bemutatása az még nem lehet zavaró, vagy nem, tehát hogy a mentés mutassa be, ne pedig egy kiszolgáltatott állapotot. Ma már kevesebb káresethez tudok kimenni, de sajnos előfordulnak olyan esetek, amikor bizony otthonról kell elindulni. A nagyobbik kislányom, ő 6,5 éves, sokkal ragaszkodóbb, mint a kisebbik, ő 4 éves. Ha esetleg este, az esti órákban jön az az idő, amikor nekem menni kell, akkor ő bizony megvár, tehát ő addig nem alszik el, amíg én nem érek haza, de ezt nagyon erősen kezeli, tehát nem sír, hanem elfogadja. Tudja, hogy anya megy egy picit segíteni, és akkor utána jön haza. Hogy ők mennyire érdekli őket a tűzoltóság, fogékonyak rá mindenképpen, hogy a szirénázás van, akkor már odafigyelnek, és akkor azért van otthon tűzoltóautó, mert az elmúlt években kaptam néhányat, ezekkel szoktak játszani, és akkor néha egy-egy ilyen beszélgetés foszlányt én is ellesek tőlük, és akkor hallom, hogy a tűzoltók nyelvén beszélnek tulajdonképpen a rádióban, amit egyszer-egyszer néha hallanak. És akkor ők ezt már kódolják? Igen, így Bogárt 24-es, a sárbogárdi tűzoltókat így hívják, akkor beszélnek, hogy Bogárt 24-es, de azért ez nem jellemző, tehát van, hogy szól otthon a rádió, de azért szerencsére nem ezt hallják. Hozzátartozik még az is, hogy én mindkét gyerkőc után nagyon hamar visszamentem dolgozni, és azért nehéz volt anyaként is helytállni, a munkahelyen is helytállni, azzal a mindenkinél jelentkező kisebb lelkiismeretfordulással úgymond elszámolni, vagy legyőzni, hogy akkor nekem dolgozni kell, szeretek is dolgozni, de a gyerekeimmel is szeretnék lenni. Tudom, hogy jó helyen vannak, de mégis, hogy igazából lemondással jár. Tehát meg kell találni az arany középutat. És nálatok? Az elmúlt 25 évben nekem a férjem volt a társam minden pillanatban. A pályaválasztás, hiszen annak idején érettségi után nem nagyon tudtam én sem, hogy mit kezdjek magammal. Az oktatói képzés, ez már a mi házasságunk alatt, illetve két kisgyermekünk megszületése után érkezett, illetve párhuzamosan főiskolát, illetve egyetemet végeztünk a képzéseknek, és egymást támogattuk végig ezen az úton. Nagyok a gyerekeink már, a lányom 20 éves lesz novemberben, a fiam 22. januárban. Náluk a pályaválasztás egy kicsit kitolódik, még most próbálgatják így a szárnyaikat kibontogatni, hogy milyen irányba induljanak el. A lányunk lehet, hogy a családi vállalkozásba be fog kapcsolódni, de hát ez még a jövő zenéje. Előbb azt mondta, hogy mindenféleképpen anya, én is szeretnék diplomát szerezni, és akkor utána megpróbálom magamat ebben a szakmában. A fiunk most jelenleg besegít a vállalkozásunkba. A háttérmunkába, ami nagyon sok jogszabály kapcsolódik a mi munkánkhoz, hát ebbe tanul most bele. Akkor lassan körbeér a kör. Igen. Úgyhogy ő is így a családi vállalkozásban segít be. Meglátjuk, ő is tehát azt mondta, hogy lehetséges, hogy tetszik neki ez a vállalkozói szféra, és abban fogja megpróbálni önmagát, tehát akár egy közgazdász pályán, és akkor a vállalkozói szektorba valamilyen saját úton. Beszéljünk meg egy picit arról, hogy mit láttok a szakmátok szépségének és árnyoldalának, hiszen hát mindegyikben van, gondolom. Kezdjük veled. Jó, szépsége. Nehéz azért ezt megfogalmazni, mert nagyon-nagyon széles ahogy már említettem a paletta tulajdonképpen, nagyon sok szép dolog van benne az, hogy az emberekkel lehet foglalkozni, vagy az emberek között tudunk lenni. De ugye nekünk is elég sok területünk van, a közlekedés, a közrend, a nyomozók, azon belül is a bűnügyi, a gazdaságvédelem. Tehát olyan sok terület van, hogy nem is tudok azért mindegyikről mit mondani, mert felesleges is. Tehát az a része, amit én csinálok, tehát a bűnmegelőzésnek a része, az számomra azért szép is, hiszen ha nem lenne szép, vagy nem szeretném, akkor nem lenne már 2001 óta ugyanazon az osztályon keresnivalom tulajdonképpen. Tehát az, hogy tudunk mi is segíteni, vagy mi is ott tudunk lenni, vagy részt tudunk vállalni, vagy tanácsot tudunk adni, ahogy említettem, a kicsiktől egészen a nagyokig, ez szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos. Az, hogy a megbecsülésünk milyen,
azt igazándiból szerintem az attól függ, hogy kinek a véleményét hallgatjuk meg. Én azt gondolom, hogy, és nagyon sokszor azt szoktam mondani a kollégáknak is, meg ismerősöknek is, vagy éppen a tanítványaimnak, hogy nagyon sokszor ne azt nézzük, hogy tulajdonképpen mit mondanak, hanem hogy ki mondja. Nyilván, hogy akinek már volt valami problémája a rendőrség, az nem nagyon szeret minket. Akinek meg segítettünk, és ugye nekünk főleg a prevenció kapcsán ez az elsődlegesünk, és hát a rendőrnek is az elsődleges, hogy ott legyünk és segítsünk, és aki segítségre szorul, az pedig azt mondja, hogy igen, hogy ez egy jó eső érzés. Hát akit meg megbüntettek, az nyilván nem nagyon szeret minket, de mi nem is azért vagyunk, hogy szeressenek minket nyilván, hanem azt, hogy azokat az elvárásokat teljesítessük az állampolgárral, ami szükséges, hiszen a jogszabályokat, azokat nem mi írjuk, hanem mi próbáljuk betartatni, és első körben azok a szabályok viszont a másik félt is szolgálják. Tehát lehet, hogy az egyiket azt meg kell büntetnünk ahhoz, hogy a másiknak pedig az életét meg tudjuk menteni, vagy a későbbiekben rá tudjuk világítani arra, hogy bizony ezzel a büntetéssel felhívjuk a figyelmet, hogy legközelebb ne menjen gyorsan, vagy ne menjen át a piroson. Tehát őt megbüntetjük, de a másikat megvédjük. Ez nagyon sokszor azért nehéz annak az embernek ezt megélni, meg elfogadni, aki valamilyen szankciót kap, vagy valamilyen ilyen büntetés tulajdonképpen, de hát igyekszünk arra, hogy nevelő szándék. Én azt gondolom, hogy a rendőrnek is mindegyik területünk nevelő szándékkal kell, hogy ott legyünk. Köszönöm. Összetett nálunk is a siker, illetve a szomorúság, a nehézségek, hiszen ha meggyógyítunk valakit, vagy ha sikeresen megoperálunk, rábra kell. Egy csodálatos szülés van, ahol és különösebben nem kell beavatkozni. Ezek mind a könnyű, szép történetek. Ugyanakkor ott vannak a nehézségek a daganatos betegségeknél, vagy egy problémás szülésnél, amikor rohan a mentő és hozza a vérzőt, és van olyan, hogy nem tudunk segíteni. Ezek nagyon-nagyon-nagyon fájó történetek. Vagy ott vannak a szexuális bűncselekmények, és ugye a kicsiknél is ez sajnos előfordul, nem kevés, nem ritka. Az igazán hosszú és kemény munka. Az első a feltárás, utána a gyógyítás, illetve segíteni, kiemelkedni nekik abból a gödörből, amivel belestek, mert ha nem, akkor az ő későbbi női létük fog erősen károsodni. De mindig megtaláljuk a szép oldalát, és ez, ami erőt ad ahhoz, hogy tovább csinálni, és hűséggel, szívvel, lélekkel dolgozni, hogy tényleg a nők egészségesek legyenek, és szép jövőjük legyen. Anett, nálatok azért, hát a tűz esetek azért nem mondhatok pozitív dolognak. Nálunk a szépsége tulajdonképpen a hivatásnak a szépsége, az életmentés, az, amikor egy beszorult sérültes balesetnél a tűzoltók egy csapatként dolgoznak, tényleg egymásra nézve, a feszítővágót egyik kézből a másikba adva, egymás mozdulatait kiegészítve dolgoznak, és sikerrel zárul egy életmentés, az mindenki számára hát egy siker tulajdonképpen, tehát mindenképpen egy pozitív, hogy igen, van értelme, ezért vagyunk itt, ezt csináljuk nap, mint nap, és hogy számíthatnak ránk. De sajnos rendszeresen azért tragédiákkal is szembesülünk. Ez mindenképpen úgymond a rossz dolga, a rossz oldalának, a hivatásnak. Viszont ha a szóvívőséget nézzük, van még egy pozitívum, amikor azt halljuk nap, mint nap, múlt héten is, hogy Székesfehérváron életet mentett a szénmonoxid érzékelő, mert helyesen jelzett, tényleg ott volt a mérgező gáz. Vagy előtte egy héttel egy füstérzékelő készülék, az utolsó pillanatban törték be az ablakot a kollégáim, és egy eszméletlen embert mentettek meg Fehérváron. Erre mondom én azt, hogy igen, ez az üzenet, ez eljutott az elmúlt években, hogy meghallgatnak bennünket, és hogy van értelme, és hogy ezt folytatni kell, hogy minél többen figyeljünk oda a megelőzésre. És még egy hátránya a magánéletben, hogy tulajdonképpen bizony van, hogy nincsen hétvége, van, hogy folyamatosan csörög a telefon, gondoljunk az elmúlt hetek, napok villámárvizére, bizony ilyenkor munka van, egy kicsit akkor a család kimegy az udvarra, vagy megpróbálja a férjem és a nagyszülők itt is lekötni a gyerekeket, előfordul. Tehát az állandó készenlét van, hogy karácsonykor is, szenteste, szilveszterkor is azért mindig fel kell venni a telefont, a csörög. Az autóvezetésben meg hát nyilván a jó eredmény az, hogy jogosítványa távozik a tanuló, de azért nektek is hát meg lehet a nehézsége, igen. Igen, én is elkalandoztam végig gondolva
A nehézségeit mondanám, hogy a többiek a szépségeivel kezdték, én a nehézségeit. Ugye a közúti közlekedés napirenden van minden nap rádióba, tehát a médiába nagyon-nagyon sok a baleset. Igen, tehát felelősséget ró ez ránk is, hogy közlekedési szakemberként maga az oktatás során, tehát az én személyiségem, illetve a szakmánk azt tükrözze, már pedig fontos az, hogy a szabályokat betartsuk. Nekem az a kötelességem, hogy a szabályokat betartassam, illetve egy olyan személyiséggel, egy olyan odafordulással próbáljam végigvezetni az úton a lendő járművezető társunkat, hogy ő is érezze ennek a felelősségét, hogy a közúton pillanatok alatt, másodpercek töredéke alatt bizony nagyon nagy bajba kerülhetünk, és óriási tragédiák történnek abból, hogy egy három másodperces figyelmetlenség után családok vesznek oda. Tehát felelősséggel tartozunk, úgy érzem, a szakmánk iránt is, és a tanulóink iránt is. Fontos, hogy ne csak egy papír legyen a kezükben. Így van, ezt gondolom mindenféleképpen, hogy persze sokan úgy jönnek el hozzánk tanulni, hogy hát átmenjek a vizsgán, legyen jogosítványom. Mi a férjemmel nagyon régóta, tehát a hosszú évek óta ezen küzdünk, sok közlekedési versenyen is jártunk, a férjemnek a korábbi munkahelyén is prioritás volt a közlekedési szakma, nagyon sokat tanultam tőle, nagyon sok impulzus ért általuk is, illetve hát ugye az elmúlt 17 év az, amit a szakmában eltöltöttem, és a kollégákkal, akár az oktatókkal, akár a vizsgabiztosokkal végigbeszéltük, hogy sokat kell tanulnunk nekünk is ahhoz, hogy a mai modern, felgyorsult világban ne történjenek tragédiák. Nagyon kevés időnk maradt, egy-egy mondatban szeretném, hogyha összefoglalnátok azt, hogy ha mondjuk valaki most pályaválasztás előtt áll, akkor miért ne riadjon meg attól a szakmától, amit ti üztök? Kezdjük most innen visszafele. A mi szakmánk nagyon régóta emberhiánnyal szenved, tehát szakemberhiánnyal, úgyhogy nekünk nagyon nagy szükségünk van az utánpótlásra. Volt egy 10 éves időszak, amikor nem volt szakoktatói képzés. Az elmúlt években Budapesten, a Budapesti Műszaki Egyetemen, illetve a Nyíregyházi Főiskolán hát csak felsőfokú képzéssel rendelkező iskolák oktathatnak gépjárművezető szakoktatói képzést. Tehát a jelentkezők létszáma megugrott az elmúlt időben, de még mindig kevés. Tehát nekünk szükségünk van arra, hogy a szakma felfrissüljön, jöjjenek a fiatalok, sokkal több szakember legyen a pályán. Várjuk őket szeretettel. Hát talán az én példám, hogy nőként nem lehetetlen egy hivatásos szervezethez csatlakozni, akár a tűzoltósághoz, a katasztrófavédelemhez, de tűzoltókat is várjuk mindenképpen, tehát aki egy családias környezetben szeretne hivatásként tekint erre a feladatra, mindenképp várjuk a jelentkezését, és a nőket, a fiatal lányokat is arra ösztönzöm, hogy csatlakozzanak akár egy közeli önkéntes tűzoltóegyesülethez, ők azok, akik egy 40 órás tanfolyam után még vonulhatnak is a tűzoltó autókon, tehát segíthetik a tűzoltási műszaki mentési beavatkozásokat. Velencén és Bicskén is nagyon sok önkéntes tűzoltólány van, tehát nem lehetetlen, akarni kell, és ha akarjuk, akkor az már fél siker. Nőgyógyászat? Szeretni kell az embereket, szeretni kell az egészséges embereket, jövőt adni, hitet adni, szeretni kell tanulni, sokat tanulni. Ez egy folyamatos tanulás, tehát soha nem tehetjük le a könyveket. Tisztelni kell mindenkit, a kellő alázattal kell odafordulni a szakmához, a betegemberhez, a kis újszülötthez, bárkihez és a kollégákhoz. Kevés az orvos, bárhogy is úgy tűnik, hogy sokan vagyunk, nagyon sok nyugdíjas dolgozik, nagyon sok kezdő van most szerencsére, ez most a mi kórházunkra is igaz, és nagyon bízunk benne, hogy itt maradnak, próbáljuk segíteni őket, de reméljük egyszer a helyére kerül az orvosok helyzete, és megkapják megint azt a tiszteletet, amit még
annak idején régen az öreg családorvosok, akik ismerték a generációkat, ismét elérik, de ezért dolgozni kell. Mindegy, hogy nő vagy férfi, de tisztelettel és szeretettel. Én, ahogy említettem, pályorientációs diákoknál tanítok, tehát nekem igazándiból minden héten, vagy a hét több napján is próbálni kell őket meggyőzni, vagy legalábbis hitet adni ahhoz, hogy ezt a rendőrséget, vagy a katasztrófavédelmet, vagy a büntetésvégrehajtást, vagy valamelyik hivatásos állományhoz való tartozást gondolják végig, és minél több, minél nagyobb létszámba helyezkedjenek aztán el. Nálunk is nagyon fontos tulajdonképpen az, hogy egy bizzon saját magában, legyen egy alázat a hivatásunk irányában, legyen kommunikatív, ha kihívásokat szereti, akkor mindenképpen köztünk a helye, legyen jó fizikumú, jó pszichológiai eredményt tudjon azért elérni, hiszen nagyon sokszor azért, amikor állampolgárokat találkozunk, nagyon fontos az, hogy kellőképpen tudjunk kommunikálni velük. Nagyon-nagyon szükség van a rendőrökre, hiszen most már a határokon is elég nagy létszámmal teljesítünk szolgálatot. A hitünk az, hogy tulajdonképpen minél több emberen, ha tudunk segíteni, ahhoz viszont az kell, hogy minél több rendőr legyen, és hogyha egységben az erő, akkor ebben azért azt gondolom, hogy hiányt nem fogunk szenvedni, és mindenki oda tudja magát tenni. Nem egyszerű a mi területünk sem, azért jól meg kell gondolni, de ha valaki ezt megszeret, és nagyon sok kollégám van, aki nagyon-nagyon megszeret, és éveket áldozott már az életéből, hogy tulajdonképpen ennek az országnak a javát tudja szolgálni, az állampolgárait tudja szolgálni, hiszen szolgálunk és védünk, ez a mi jelmondatunk is, akkor mindenképpen itt a helyük. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok és meséltettek a szakmátok szépségeiről. Én azt hiszem, hogy tényleg büszkén lehet mondani, hogy tök mindegy, hogy miről van szó, nőként is ugyanúgy helyt tudunk állni, teljesen mindegy, hogy mennyire férfias vagy kevésbé férfias az a szakma. És én további sok sikert kívánok nektek, és halljunk még rólatok nagyon sokat. Köszönjük szépen. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra!